A nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem legfőbb célja, hogy keresztény kultúrembereket neveljen az oldott kéve állapotában lévő erdély magyarság számára, hangsúlyozta a mai tanévnyitó igehirdetésében dr. Eszenyeiné Széles Mária teológus professzor. A Nagyváradi Felsőoktatási Intézet 12 szakán idén 352 elsőéves kezdi meg az új tanévet. Azért jöttem ide, mert nem mellékes tény volt az sem, hogy ez egy keresztény egyetem. Barátaimtól és ismerőseimtől hallottam, hogy itt egész más a tanárdiák viszony, ami abban nyilvánul meg, hogy tényleg sokkal közvetlenebb és melegebb, amit így az első héten tapasztalok is. Immár a harmadik évfolyam indult a Debreceni Egyetem kihelyezett agrárszakán, ahol 50 levelezős diák szerezhet mérnöki diplomát és mesteri oklevelet. Próbálkoztunk romániai akkreditációval is, de az mindig félre sikerült. 59 óta nem volt magyar nyelvű mezőgazdasági képzés, és ezért gondoltuk úgy, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez sikerüljön. A magyar kormány által támogatott szakra évente 4-5-szörös a túljelentkezés. Idén a Párciumi Keresztény Egyetem és a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem a Szülőföld alapból 200 millió forint támogatása számíthat.